Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben, amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és a díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a templom, Jézus ezt mondta. Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kőkövön nem marad, mindent lerombolnak. Erre megkérdezték tőle. Mester, mikor történik mindez? És milyen jelek előzik meg? Ő így válaszolt. Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket. Sokan jönnek az én nevemben, és mondják, én vagyok. Vagy elérkezett az idő. Ne kövessétek őket. Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Mindennek előbb meg kell történnie, de ezzel még nincs itt a vég. Aztán így folytatta. Nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad. Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Félelmetes tünemények és rendkívüli jelek tűnnek fel az égen. De előbb kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak, és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak az én nevemért, azért, hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát szívetekbe. Ne törjétek fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Én olyan ékes szólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellent mondani. Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és barátok, és némelyeket meg is ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog titeket. De egyetlen hajszál sem vészel a fejetekről. Álhatatossággal őrzitek meg lelketeket. Ezek az evangélium igéi. Rendkívül komor, de ezzel együtt rendkívül tömör is. A mai napra eső evangéliumi szakasz, a parúzia, a végidők jeleit feszegető. És ezzel együtt nyilván a mi számunkra is, ugyan aktualitást hordozó, és ezzel együtt rendkívül kényelmetlen kérdéseket feszegető alaphelyzetről van szó. Már akár csak a perikópa indítása is érdekes. Ahogy többen rácsodálkoznak, elámulnak a jeruzsálemi templom szépségén és gazdagságán. Valahol a prioritásainkról, valahol az értékeinkről beszél ez ékes szólóan, és a főnök egy kézmozdulattal söpri rá az egész történetet. Bizony jön majd idő, hogy abból, amit itt láttok, kőkövön nem marad. Hogy mindez a drágaság, mindez a szépség elenyészik. Ez már nem lesz része az életünknek. Sokszor olyan nagy bajban vagyunk azzal, amikor valóban értéket keresünk, és értéket hajszolunk az életünkben. Gyakran meg vagyunk arról győződve, hogy aminek mi jelentőséget tulajdonítunk. Amit mi valóban értékesnek tartunk, az az is. És hányszor csupán az foglalkoztat minket, ami látszik, ami látványos, ami megfogható, ami szemkápráztató, ami ragyogó és csillogó, a minél nagyobb só, a minél nagyobb buli, hogy valóban nyomja, hogy valóban döngölje az ember arcába a gazdagságot. De nem biztos, hogy éppen ez a fajta gazdagság az, ami valóban érték. Sokszor annyira meg vagyunk hasonulva ezzel kapcsolatban. Hónapok óta sír az egész világ a fennálló orosz-ukrán konfliktus helyzet miatti energiaválság kapcsán. Én más sem látok, csak azt, hogy körülbelül 3 hónapja minden áldott szombaton több 100 000 forintot tapsolunk el itt a környékbeli összes faluban állami támogatásból, önkormányzati dotációból dalos találkozókra. Hát ha akkora lenne a dráma, ha nem tudnánk fűteni az iskolákat. Ha valóban azon gondolkodunk, hogy mit kell bezárni, akkor talán éppen ezeket kéne
első kézzel visszavonni és megfelelő helyre átcsoportosítani. Mi a fontos? Hogy mi az érték? Hogy mi az, ami valóban súllyal bír? Nagyon sürgető, nagyon aktuális kérdések éppen a mi napjainkban is. És bizony szemmel látható, hogy mekkora válságban vagyunk ezzel kapcsolatban. A szánk jár, de tenni az ég egyadta a világon semmit nem teszünk ellene. A paróziáról beszél az Úr, a végidőkről beszél az Úr, és bizony milyen sokan szeretnek ezzel kapcsolatban spekulációkba bonyolódni, folyamatosan és állandóan talmi és hamis jóslatokkal bombázni bennünket. Ugyan a jelekből, amiket felsorol, sok minden látható a mai napig is, de azért egy valamit különösképpen kiemel a főnök. Nagyon nagy hangsúly tulajdonít a válságjelenségek, a háborúk, a társadalmi meghasonlottságok, a betegségek közepette annak is, hogy ám mielőtt ez bekövetkeznék, még titeket üldözni fognak az én nevemért. És azzal zárja az egész perikópát, hogy álhatatossággal őrizzétek meg lelketeket. És valahol a legnagyobb gondja az embernek manapság, talán éppen ezzel van. Hívhatjuk ezt az álhatatosságot sokféleképpen. Lehet ez kitartás, lehet hűség ez az álhatatosság. De akkor, amikor a házasság kötések számát nézzük, akkor, amikor a családjogi esetekben eljárók, az ott foglalkoztatottak számát kontra állítjuk ezzel szemben, akkor, amikor a válások, gyermekelhelyezések, vagyonmegosztások időszakát éljük, vagy éppen csak az összebútorozásét. Mert egyrészt azt hiszük, hogy még ráérünk, majd egyszer, másrészt úgy gondoljuk, hogy áminek felesleges, nem kell a papír, harmadrészt idejét múlt intézménynek tartjuk, akár a házasságot is, akkor nincs mind csodálkoznunk, hogyha a szemináriumok látogatottsága az rohamosan csökken. Az igen, az mindkét irányban pont ugyanannyira életre szóló. Pont ugyanannyira mindig és örökkön örökké kötelező. Az oda ajándékozottság valósága, az akár az Isten, akár a házastárs felé pontosan ugyanolyan kötelezettségeket teremt. És nagyon-nagyon nehezen mondunk igent. Nagyon-nagyon nehezen ajándékozzuk oda önmagunkat. Nem akarunk, nem merjük vállalni. Magunkban nem bízunk talán, hogy elég kitartóak, elég hűségesek, elég kipróbáltak, elég álhatatosak, elég erősek leszünk. Pedig valahol az összes értékek, minden jelek és jelenségek dacára a legfontosabbat ebben találja meg az Úr. Pont ezt emeli ki. Uralkodók, hatalmi rendszerek, körülmények, társadalmi struktúrák, normák jönnek, mennek, írtják egymást és minket is, változnak szorgalmasan. Egy valami nem változhat. Az az igen. Az az igen, az az akarom, az az ígérem. Amit az ember az élete peremhelyzetein kimond. Akár a másiknak, akár az Istennek. Akár az emberi kapcsolatainkban, akár a természet felettiben. És bizony, nagyon sokan azért bizonyulnak súlytalannak. Azért fújja el olyan könnyen a szél.
Azért olyan rémisztőek a végidők jelei, mert nincs ballaszt a szavainkban, mert nincs súlya a döntéseinknek.